Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Úr Jézus, azért könyörgünk hozzád, hogy valóban Te szólj hozzánk ma este, és legyen a Te szavad elég világos és erőteljes ahhoz, hogy erőtlen és rekedt emberi hangon keresztül megmozgassa a szívünket, hogy ne csak a fülig, hanem a szívig menjen, és a szívünket megváltoztassa, hogy más emberekké legyünk, hogy Isten fiaivá legyünk. Amen. Isten igéjét a Lukács evangélium a 15. részének 13. verséből olvasom. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Kedves testvéreim, azt tűnik ki tehát mindenek előtt ebből a ma esti részből, hogy miután a kisebbik fiú megkapta az örökségből a ráeső részt, nem azonnal indult el otthonról. Talán maga is meglepődött azon, hogy milyen simán ment a dolog. Az atya minden ellenkezés, rábeszélés, marasztalás nélkül teljesítette a kérését. Talán el is gondolkozott azon, hogy nem kellene megváltoztatnia elhatározását, nem volt-e ez elhamarkodott, nem lenne helyesebb mégis itthon maradni. Csak hogy lélekben ő már sokkal messzebb volt akkor otthonról ahhoz, hogy könnyű lett volna változtatnia a döntését. Így azonban egy kicsit még otthon időzött. Csak nem sok nap múlva ment el otthonról. Azóta is így csinálják ezt sokan, akik messze földre indulnak és óckodnak az atyai háztól. Nem egyszerre indulnak el, hanem egy bizonyos átmeneti idő van. Egy ideig még belelapoznak a Bibliájukba, egy ideig még szívesen látják maguknál azokat a barátokat, akikkel a gyülekezetben ismerkedtek meg. Még nagy ünnepeken feltűnnek az ige hallgatók soraiban, de aztán a Biblia fölé oda kerülnek az éjjeli szekrényükön folyóiratok, szakkönyvek. Egy idő után el is teszik onnan az útból, végül már nem is tudják, hogy hova. Annak pedig számtalan akadálya lesz, hogy továbbra is tartsák a kapcsolatot a gyülekezettel, annak tagjaival. Előbb azért, mert az illetőt megtisztelik a munkahelyén valami személyes, fontos munkával, aztán megházasodik, és ugyebár a házasság időigényes vállalkozás, aztán megszületik az első gyermek, és sír a kicsike mindig álmosak otthon, nem tudnak már otthon sem elcsendesedni, és tőle sem elszabadulni, igét hallgatni. Mikor pedig már fölcseperednek a gyerekek, akkor valami tudományos fokozatot kell elérni, és amikor évek múlva találkozik az illető a lelki pásztorával az utcán, már az is gondot okoz, hogy hogyan szólítsa meg. Nem sok napig, még a szakítás után is otthon időznek némelyek, de ez valóban nem sok nap, és letelnek ezek a napok. Ha azonban valaki úgy van itt most esetleg, hogy éppen most óckodik, hogy már elhatározta, hogy lazít az Istennel való kapcsolatán, mert az sokféle szempontból terhes és kellemetlen, akkor hadd mondjam azt ennek az igének az alapján, hogy álljon a sarkára, vegye a bátorságot, és még most forduljon vissza. Legyen bátorsága és alázata ahhoz, hogy megint odaáll az atya elé, és azt mondja, hogy atyám, butaságot beszéltem tegnap. Szájjaltam, kikértem a rámeső részt, és te szó nélkül hidattad, de én most szeretném visszaadni. Nem akarok én menni sehova se itthonról. Itthon szeretnék maradni a te közeledben. Még akkor is, ha itt mindig csak a kisebbik fiú leszek, és így mindig csak második vagy ötödik maradok, és jobbára nekem fognak parancsolni, és nem én másoknak. Még akkor is itthon szeretnék maradni veled a te közeledben. Aki ezt megmeri csinálni, testvérek, az elkerüli a disznók moslékját, és az sokkal inkább az atya fiává válik, mint amennyire azelőtt az volt,
mert amint azt tegnap láttuk, olyan tékozló a mi atyánk, hogy az ő szeretetéből, bocsánatából még erre is telik, és ő az ilyesmiből soha nem csinál presztis kérdést, hiúsági kérdést. Vissza lehet fordulni tehát még innen is. A baj csak az, hogy nagyon nehéz megmásítani a korábbi döntést, mert a kísértő ott áll mellettünk szüntelenül, nem tágít onnan, és neki nagyon sürgős az, hogy a gyermek minél előbb elmenjen otthonról, minél messzebb az atyai háztól, hogy annak a hatása minél kevésbé érvényesüljön az életében. És ilyenkor elkezdi a kísértő a maga szövegét, és valahogy imígyen szól. Micsoda nevetséges tétovázás ez! Hát férfi vagy te egyáltalán? Csak semmi érzelmesség és búcsúzkodás. Intézzük határozottan a dolgokat. Éppen eleged lehetett már abból, hogy mindig csak engedelmeskedni kell. El innen, minél előbb. És így történik azután meg, hogy nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik. Előbb azonban összeszedte mindenét. Látjátok, ez jellemzi a sátánt. Mindenünket összeszedhetjük, csak önmagunkat összeneszedjük. Csak el ne kezdjünk gondolkozni. Arra legyen gondunk, hogy mit viszünk magunkkal. Csak a lelkünkre ne legyen gondunk, mert akkor esetleg vége a vállalkozásnak. A hagyatéki leltár hiánytalan legyen. Anyagilag kár ne éljen minket, de hogy a lelkünkben kárt vallunk, hogy azt közben elveszítjük, az nem számít. Pontosabban éppen ez a cél. Éppen azért kell uszítania minket mindig, hogy mindent összeszedjünk, amit csak lehet, hogy közben ne maradjon időnk önmagunkra. Hogy magunkra ne tudjunk gondolni. Hogy sose éljen rá az ember a lelkével foglalkozni, az atyával beszélgetni, valami rossz lépését meggondolni, hogy mindig legyen programja, és mindig legyen előtte valami újabb dolog, amit még összeszedhet, amit megpróbál megkaparintani és magával vinni. Hát vajon nem ezzel vagyunk mi elfoglalva egész nap, hogy összeszedvén mindenünket menjünk tovább az úton? Hogy megfogjunk minden fillért, hogy kihasználjunk minden kínálkozó alkalmat, hogy megkaparintsunk mindent, amit esetleg megszerezhetünk, hogy minden percet kitöltsünk programmal. Pontosan ezzel vagyunk elfoglalva, napról napra. És elfelejtjük azt, hogy ez az egész élet is nem sok napból áll ám. És nem sok nap múlva mindnyájunknak meg kell jelennünk valaki előtt, aki nem azt kérdezi majd tőlünk, hogy mit hoztunk, mert ott ő előtte már hitvány kaszattá válik minden, hanem azt kérdezi, hogy kik vagyunk. Ismerősök, akik már vele együtt jártunk ebben az életben, vagy pedig ismeretlenek, akik azzal voltunk elfoglalva egész életünkben, hogy mindenünket összeszedjük, és közben önmagunkat elveszítettük. Mert miközben mindenünket igyekszünk összeszedni, aközben mi önmagunkat képesek vagyunk teljesen szétszólni. Ez az ifjabbik fiú, miután mindenét összeszedte, messze vidékre költözött. Isten minket ma arra figyelmeztet, hogy inkább hagyjunk valamit el, inkább ne szedjünk össze mindent, ami talán minket illetne meg pedig, csak önmagunkat el ne veszítsük. És amikor naponta elindulunk, hogy összeszedjük mindenünket, akkor gondoljunk arra, hogy nem az a fontosabb. Gondoljunk a lelkünkre is. Beszéljünk olykor a mi atyánkkal is. És engedjük, hogy ő szedjen össze minket nagy szétszórtságunkból. Mert ha ilyen szétszórt állapotban akarjuk összeszedni mindenünket, az úgyse fog sikerülni. Előbb-utóbb azt is elveszítjük, és mi magunk is elveszünk. Miután azonban összeszedte mindenét, messze vidékre költözött. És ebből kitűnik az, hogy itt nem valami baleset történt, mint az elveszett lyuk vagy az elgurult pénz példázatában, hanem itt nagyon is tudatos döntésről van szó. És ez a fiú senkit nem okolhat majd döntésének a következményeiért. Nem is okolt.
Bezzeg milyen sokszor hibáztatjuk mi Istent, ellene való lázadásunk következményei miatt. De hát hova is ment ő? Azt mondja az ige, hogy messze vidékre. És az hol van? Egy kicsit nem pontatlan ez a megjelölés. Valaki összeszedi mindenét és elindul. Hova? Csak ez a cél, hogy minél messzebb legyen? És hol van az a messze? Vajon nem így rohan-e a nagykorúság igényével fellépő emberiség is? Hova? A futurológusok, a jövő kutatói egyre kétségbe esettebben állítják, hogy nem tudja az emberiség, hogy hova rohan. Fogalma sincs arról, hogy egy-egy újabb felfedezése ma már nem előbbre viszi és meggazdagítja az életet, hanem egyre nagyobb veszélyeket rejt az élet számára. Hogy a haladás önmagában már nem jó, már túl vagyunk azon, már árthatunk magunknak a felfedezéseinkkel. De hát nem is ez a fontos, hogy hova. Kit érdekel az? Érdekelte ezt az ifjabbik fiút? Csak messze, el az Istentől. El, mert az Isten közelében gátak vannak, és az ember gátlástalanul akar élni. Szerelmi életet is, társas életet is, mindent. Gátak nélkül. És azt reméli, hogy az Istentől messze szabad lehet, és azt csinálhat végre, amit akar. Csak éppen azt felejti el, hogy gátlástalanul élni nem lehet. Csak pusztítani és elpusztulni. Ha a folyó gátjai átszakadnak, árvíz van, és sok minden elpusztul. Ha egy hegyi út védőkorlátait lerombolják, megnő a baleset veszély, és sokan ott pusztulnak. És hogyha az útkereszteződéseknél kikapcsolnák a piros lámpákat, és mindig minden irányba zöld fény jelezne, akkor lassan mindnyájan tömegszerencsétlenségek áldozataivá válnánk. Isten azért épített be gátakat a világba, és gátlásokat az emberi szervezetbe és tudatba, hogy védje az embert az élet védelmében. Lehet gátlástalanul is, de nem élni, hanem pusztítani, és lassan elpusztulni. És akik olyan nagykorúaknak érzik már magukat, hogy azt mondják a maguk nevében, vagy az emberiség nevében, hogy elvégre elmúltunk 18 évesek, nekünk ne parancsoljon senki, azok számolhatnak előre azzal, hogy gátak nélkül csak árvíz lehetséges. És aki azt mondja, hogy valami csak azért rossz, mert az atya házában úgy van, az nem biztos, hogy nagyon érett és magas rendű szemlélettel rendelkezik. És ha valaki azt mondja, hogy összeszedvén mindenemet elmegyek, nem tudom, hogy hova, csak minél messzebb legyek otthonról, az sem valami érett és emelkedett nézete van. Különösen akkor nem, ha az úgy van, mint a kisebbik fiú esetében, aki nem egyik albérletből a másikba költözött, hanem otthonról az idegenbe. De hát mit is jelent messze vidékre költözni? A szó szótári értelmében azt jelenti, hogy a határokon túlra menni, külföldre utazni, ott hagyni a saját népét, tengeren túlra hajózni, ezt is jelenti. Így is fordíthatnánk ma, hogy diszidálni. Így utazik el sok ember az Isten országából, hogy szerencsét próbáljon a pogányok földjén. Így lépik át sokan ma is az Isten országa határait és korlátait, azért, hogy szabadok legyenek, korlátlanul szabadok. És így próbálnak sokan diszidálni ma is Istentől, azért, hogy a maguk uraivá váljanak. A szó átvitt értelmében pedig azt jelenti messze vidékre költözni, hogy kibújni az Isten fennhatósága alól. Valami olyan helyre menni, ahol már nem érvényesek az Isten törvényei, legalábbis nem kell azokat kötelező erejűeknek elfogadni. Amikor Istentől függetlenül is lehet élni, ha nem is mindenben, de egy némely kérdésben legalább. Amikor az ember élhet szabadon, kénye kedve szerint, mert nem bízik Istenben, mert sérti őt Isten fennhatósága, ezért hát elmegy és messze vidékre költözik. Ez a kisebbik fiú. És ott mit csinált? És miután
összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Nem furcsa ez? Ez lenne az a nagy szabadság, hogy még azt is eltékozolja, amilyen van, hogy földön futóvá teszi önmagát. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy regény, amelynek a hőse egy mai magyar tékozló fiú, aki korlátlan szabadsággal tör, a neve is Szabados Gábor. Ő mondogatja az események során gyakran, előbb úgy, hogy maga sem figyel oda, mit mond, aztán később keserű öniróniával ezt a mondatot, hogy szabad vagyok, mint a madár, melyet elkap a forgószél. Nos, ott a messze földön a tékozló fiú is ilyen szabad volt. Szabad, mint a madár, melyet elkap a forgószél. Mégpedig az a forgószél, amit ő maga kavart otthonról való eltávozásával. Csak hát erre nem gondolt. Nem gondolt arra, hogy az atyától távol, és ennyire összeszedetlenül és céltalanul csak tékozolni lehet. Nem gondolt arra, hogy aki ennyire szétszóródott már, az a végén csak szórakozni tud. Termelni nem, csak fogyasztani. És mit fogyasztott? Azt, amit otthonról hozott. Ami örömük még marad az Istentől eltávolodott, önállóvá vált embereknek, az egyre fogyó maradéka annak, amit Isten áldásaként kaptak. Mert ott a messze vidéken, az atyai háztól távol is, egy ideig még tart a tartalék. Halvány emlékek élnek még az emberben a 10 parancsolatról, amit persze sokféleképpen újra lehet fogalmazni, és sokféleképpen meg lehet szegni. Halvány emlékek arról, hogy van valaki, vagy volt valaki, akit otthon úgy szólítottak meg, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Működik még ott a messze vidéken is az a finom műszer, amit lelkiismeretnek neveznek, de egyre inkább halványodnak az emlékek, és egyre pontatlanabbul jel ez a műszer. Kopik, fogy a tartalék, és egy idő után még az a bizonyosság is megszűnik, hogy egyáltalán oda tartozott valaha az illető. Hogy az apja fia maradt. Márpedig ebben a történetben ez az egyik legnagyobb evangélium, hogy a tékozló fiú a disznók vájújánál is az apja fia. És amikor a messze földön mindenét eltékozolva nyomorúságba süllyed, ő akkor is az atya fia marad. És nem is az a fontos, hogy ő gondol-e erre, hanem az, hogy ez így van. Aztán egyszer majd ő is megtudja, hogy így van, és hát, ha megörül neki, és hát, ha vágyik haza, és igyekszik is haza. De mit jelent az, hogy dobzódva élt ott a messze vidéken? Azt jelenti ez, hogy züllött, feslett, erkölcstelen életet élt. Annyira, hogy ennek híre is lehetett, hiszen a bátyja hallott valamit erről, ezért mondja az apjának, mikor hazatér ez a fiú, hogy mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágottad neki a hízott túlkot. Nos, pontosan ezt jelenti az a szó, ami itt áll, hogy dobzódva él, hogy paráznákkal emészteni föl azt, amilyen van az embernek. Ebből is kitűnik, hogy mennyire életlen volt még ez a fiatalember arra, hogy rábízzák a vagyonát. Nem új otthon, biztos egzisztenciát teremtett magának belőle, hanem elmulasztva. És vajon miért éppen paráznákkal emésztette föl az atyai örökséget? Erről külön előadást lehetne tartani. Most éljük be csak annyival, amennyit egy nemrégiben magyarul is megjelent könyv olyan világosan kifejt és bizonyít, hogy az emberi magánynak és félelemnek az ideig óráig való leghatásosabb csillapító eszköze az a szexualitás. A magányos ember keres magának egy szexpartnert, akit általában megfizet, és akkor rövid ideig átmenetileg nem érzi magát annyira magányosnak. Az összetartozás látszatának az érzését, hamis érzését kelti benne.
Jézus tökéletes lélektannal mondta el ezt a példázatot. Ez a fiú ott a messze vidéken otthontalan és magányos volt. És ezért megvásárolt bizonyos pótszereket. Az apa helyett a pénz, a testvér helyett a cimborák, az anya helyett a nők, a meghitt beszélgetések vagy kedves biztató szavak helyett az ital vonult be az életébe, mint pótszer. De csak pótszer. Így menekülnek az Istentől eltávolodó emberek különböző narkótikumokba, lehet narkótikum a túlhajszolt munka is, és közben eltékozolják nem csak a vagyonukat, de sokszor az egészségüket, a fiatalságukat, és az egész életüket is. Ez a fiú tehát gazdag volt otthon, és a messze vidéken nagyon szegény lett. Hogy mi történt vele azután, miután mindenét eltöltötte, majd meglátjuk holnap. Most azonban, mielőtt hazamegyünk, hadd emlékeztessek ma is arra a másik tékozló fiúra, akit az ő tékozló atya egyszer utánunk küldött, utánunk, akik az egész életünket képesek lennénk eltékozolni itt a határokon kívül, ami mennyei atyánktól távol, utánunk küldte őt, és érdekes módon valami hasonló van följegyezve róla. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ó, de mennyire más ez az út. Itt nem tékozlásról van szó, itt jó téteményről van szó. A tékozló fiú nem tékozolni indult, de nem tehetett mást ott az idegen földön, mint hogy tékozolt. Jézus Krisztus viszont eleve azzal a szándékkal jött el közénk, hogy mindenről lemondjon, mindenét szétossza, engedelmes legyen halálig, magát megüresítve, mégpedig a keresztfának haláláig, azért, hogy minket gazdagokká tegyen. Emberré lett, hogy mi Isten fiaivá legyünk ő általa. Nem tétova, árván őgyelgő, tékozló fiakká, akik nem tudják, hogy hova akarnak menni, csak az hajtja őket, hogy minél messzebb az atyától, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent ez a szabadság, amire áhítoznak, azt hiszik, hogy az gátlástalanságot és törvény nélküliséget jelent, akik közben elveszítenek mindent, és kifolyik kezük közül ez a rövid élet is, mert azzal vannak elfáradva, hogy mit szedjenek össze, közben elveszítik a lelküket. Azért jött Jézus Krisztus, hogy ő legyen szegényé, nyomorultá, és minket gazdagokká, és Isten fiaivá tegyen. És nekünk olyan gazdagságot kínál föl a magáéból, amiről az ige nagyon tömören ennyit mond, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító íjjal kenn meg a te szemeidet, hogy láss. És ehhez még hozzáfűz egy ígéretet csendesen, aki pedig győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Kell-e nekünk a magunk szegénysége helyett, ez az ő gazdagsága. Ő ezt mindenkinek felkínálja, és az ige mondja, és sokan már tudjuk, hogy csak ugyan nem kell semmi többet tenni érte, csak kinyújtani a kezünket, és elfogadni. És akkor mi is tudunk majd mit adni másoknak, és akkor jól érezzük magunkat az atyánál, akkor otthon érezzük magunkat itt, és bizonyosak leszünk abban, hogy otthonunk van odahát is. Ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, bocsáss meg nékünk, hogy sokszor mi is idegenekként, sőt ellenségként nézünk rád, mintha te valamivel is megrövidítenél minket,
vagy csak azért lennél, hogy kellemetlenkedj nekünk, és korlátozz bennünket szabadságunkban. Légy áldott a te türelmedért, és szeretetedért, hogy így is eltűrsz minket. Hogy te nem dobod ki otthonról az se, aki már elbúcsúzott, és szedi össze mindenét, hogy elmenjen. Hogy még a kapuból is vissza lehet fordulni. És köszönjük neked azt, hogy onnan a messze vidékről is vissza lehet fordulni. Hogy a te szereteted olyan tékozlóan nagy, hogy még oda is követi az elveszettet. Hogy a te gazdagságod olyan kimeríthetetlen, hogy nem tudunk mi annyit elpazarolni, hogy ne kaphatnánk hazatérve tőled újat és mást. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te gazdag lévén szegényé lettél érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodhassunk. Kérünk téged, hogy le ne mondjunk erről a gazdagságról. Adj nekünk több bölcsességet, hogy ne az legyen a legfontosabb, hogy mink van, hanem az, hogy kik vagyunk, hogy a tiéid vagyunk-e már. És ne az legyen soha a fontosabb, hogy mit szerezhetünk még meg, hanem az, hogy mit adhatunk még tovább, abból, amit tőled kaptunk. Köszönjük, ha ma este is adtál nekünk valamit. Akár kemény, akár simogató kedves szót. Kísérjen el minket a te szavad, s tegyen minket a te gyermekeiddé. Amen.